Sziasztok, sziasztok, velem Gábor Lázs, és a Huawei-nál vagyok, ahol a P20-a bemutatták be, de még mellette az új Mate RS-et is, és nem Mate, vagy P20 Pro Porsche Design-nak hívták, az túl hosszú lett volna, hanem a Race Series-ből igazából egy Mate telefont hozta ki, 1699 euró, látható most már lesz pirosban is, és feketében, és gyönyörűen néz neki, és oldalt is persze nagyon szép olyan fémházat kapott, az új piros verzió is eléggé hasonlít a Huawei P20 Pro-hoz, hardware-ben, amit most röviden bemutatok, kamerát összehasonlítok, a képernyőt összehasonlítom, és elmondom nekik a kisebb-nagyobb különbséget, és hogy mi a nagy különlegesség, mert Huawei végre olyat épített be, amit már látunk Vivo-tól, de nézzük meg közelről, előről. Tehát folytatjuk a másik részt, ahol már is látjátok itt a piros Huawei Porsche Design telefont, méghozzá Mate RS-nek hívják, mint ahogy a háttérben láthatjátok, RS az a Racing Sport Edition-t jelent, itt egy szép kis Porsche-t látok a háttérben, és kezdjük azzal, hogy itt a piros meg a fekete készléket mindjárt közelebbről bemutatom, amelyeknek mind a kettőnek persze ugyanúgy ott van a hátul a hátsó kamerája, csak középre helyezték, nem oldalra, mint ahogy majd összehasonlítjuk persze röviden a sima P20 Pro-val is. Ugyanilyen három kamerát láthatunk majd. Eléggé csillog nekettőnek a háttúlja, úgyhogy csak a pirosra folytatom most, azt szerintem egy kicsit különlegesebb még. Alul is felül látjátok, hogy a képernyő kicsit máshogy van megdizájnolva, mint a sima Pro-nál, mert nincs notchunk, hanem úgy van meg oldva készlik, hogy a tetején simán ugyanúgy egy 6 incses OLED képernyőt látunk, tehát egy kicsivel kisebb, nem 6,1, hanem csak 6 incses, tehát a tetején egy sima kijelzőt láthatunk. Ugyanúgy OLED technológiával, csak nincs kivágva, és hogyha összehasonlítjuk röviden a kamerákat, akkor megnézhetjük azt is, hogy tényleg eléggé hasonlóak majd minőségben. Jobb oldalt mostan egy kicsit világosabb láttam a képernyőt, de eléggé tényleg ugyanolyan megoldást láthatunk itt majd a kamerában, tehát itt nem kell aggódnunk, hogy majd a Porsche Design nem olyan jó talán, mint a sima P20 Pro, akkor is, hogyha Mate sorozatnak hívják itt, ez tényleg igazából alapból hardware-ben ugyanúgy egy P20 Pro, csak más házban. Oldalt láthatjuk is, hogy például a SIM-kártya olvasó ugyanazon a helyen van, van infravörös kis adóvevőnk is a tetején, a második mikrofont is ott találhatjuk, szép fémházban alul a USB-C-t is, itt látjuk majd a kettő, nem csak hangszóró van a mikrofonnal, és persze beépítve alul oldalt majd kis backups gomb és hangerőszabályozót találunk. Majdnem egy magasságon, és hátul látjuk majd a nagy különbséget, hogy a kamerák nincsenek pontosan ugyanott, de ugyan olyan 40-12-8 megapixel találhatunk a készlékekben, és az új lejátszó hátul van a Porsche Design-nál, de van majd elől is, majd elmondom, hogy hol. Persze a Porsche Design logó se hiányozhat középről, és Huawei logót itt nem látunk, mert pont le van ragasztva, de amúgy alul ott lenne a Huawei logó is, és gyönyörű szép mind a kettő készlék, persze feketében még egy kicsit érdekesebb talán átlag felhasználónak, de először is nézzük meg még egyszer, hogy az első kamera is ugyanígy 24 megapixellel szép szelfiket tud lőni, széles látószögben is van egy szép kameránk fent, oldalt nem középen van odatéve itt ebben az esetben, és hogyha megnézzük egy kicsit a szoftvert, akkor itt látjuk majd, hogy itt megmutatom nektek, hogy van olyan lehetőségünk is, hogy az új lejátszót elől úgy használjuk, hogy a képernyő mögött van a szenzor. Ez elég izgalmas lesz, hogyha működik. Most mindjárt kipróbáljuk azt, hogy belerakjuk az ujjunkat. Kiválasztani nem tudom, úgyhogy bemegyek a managementbe, adjunk be egy pint, 1, 2, 3, 4, ez persze nem biztonságos, ilyet ne használjatok ti, ezt most csak röviden azért, hogy bemutassuk, csinálom. És akkor most, hát nem tudom, hogy pontosan itt most mit kéne csinálni. Amúgy itt a gombokat sajnos tényleg mindig a képernyőn láthatjuk ennél a megoldásnál, a Porsche Design-nál nincs új lenyomtolvasó elől, tehát nem tudunk interagálni vele, nem tudjuk abba rakni a visszagombot, előző gombot, meg ilyeneket, amit majd bemutatok még egyszer a P20 Pro-ban, és hát most nem tudom itt valahogy megoldani ezt, hogy új lenyomatot belerakjak a képernyő mögé, szerintem még nincs kész a szoftver, mert még van egy pár hét, míg piacra kerül ez az új Huawei Mate RS a Porsche Design sorozatban. Tehát menjünk vissza. Közben látjátok, milyen nagyon szép gyorsan fut, ebben is a legújabb processzorban, mert a 970-es Kirin processzor, amit a Mate 10-ben mutatott be a Huawei, és a lefelület is egy kicsit más, mert más alapgombokat adott itt a Porsche design alatt a Huawei készléknek, és látjuk még egyszer a uzulémotolvasót, a színeket, meg hogy Leica, meg triple camera van odaírva, plusz persze
a háromszoros optikai zoom, meg az ötszörös hibrid zoommal már nagyon szép fotókat tudunk itt is lőni.